szülőket, pedagógusokat, tanulókat a mai napon, amikor a 110 évvel ezelőtt épített iskolákat ünnepeljük. Elképzelni kiszámolhatni is nehéz, hogy kik is voltak itt az első, döbrökközi kisdiákok. A mai tanítványai nagyszüleinek a nagyszülei lehettek az 1900-as években ennek az akkor új iskolának a tanulói. Az 1907-ben megnyitott iskolába 489-en jártak. Katolikus iskolának épült. Túlélte az első és a második világháború sok-sok nehéz éve. De falai között mindig a szebb jövőbe vetett hit reménye él. Sok-sok tanító, tanár, oktatott, nevelt, számtalan többöközi diákot, a diákokból később tanárok lettek, közülük többen visszajöttek ebbe az iskolába tanítani. Ma is többen dolgozunk itt, akik már a mai diákok szüleit is tanítottuk. Hogy milyen volt régen az iskola? Az évfordulóra készülve többen lejegyezték beszélgetéseiket szüleikkel, nagyszüleikkel, ezekből szeretnék idézni néhány gondolatot. Ácsán is nagypapája emlékezett a kötelező orosz nyelvoktatásra, nagymamája pedig rossz emlékként gondolt az 56-os eseményekre. Apukája az egyenruhaként viselt iskolakötelt emlegette, anyukája viszont örömmel emlékezett a vándortáborozásokra. Szekeres Zsani mamája emlékszik a gyakorlókertre, ahol zöldségeket, virágokat neveltek a gyerekek a tanítói virágításával. És az iskola udvarában tenyésztett nyuszik és galambok is eszébe jutottak. Bogyora Kristófnak elmesélte nagymamája, hogy az ő fiú osztálytársai segítettek Lola és Lenkelének felhordani az emeletre a szenet, hogy a cserépkályhákkal meleget tudjanak varázsolni a tantermekbe. Róli Kira anyukája tudja, hogy az aula helyén egy beépítettebb beugró volt, a négyzet, ahol sokat labdáztak, játszottak, és előtte egy hatalmas fa áll, melyet több gyerek összefogva tudott csak átölelni. Ha részletesen szeretnék megismerni az iskola építésének és 100 évének történetét, javaslom Gerencsér Gyula Döbrökhöz Pál Istvánnak köszönheti című könyvét. Több régi fotóval, illusztrált eseményt hoz fel, megtalálhatjuk meg pedagógusok, tanulók emlékezéseit. Vannak olyan tanulók is, akik a jövő iskoláját képzelték el. Bazsonyi Barnabás szerint akkor már csak pár napot kell bemenni, drónok segítségével tudnak majd felkeresni idegen országokat, ezzel segít már nyelvtanulást, no és nem lesz házi feladat, hiszen folyamatos internet kapcsolattal minden közvetítődik tanár és diák között. De bennek a menzára önfogásból történni választhatóságot szeretne, hogy soha nem maradjon éhes egy gyerek sem. Jaksa Bernadett gondolatait hallgassuk meg tőle, hiszen olyan szépen összekötötte a múltat, a jelen és a jövőt. Iskolánk 110 éves évfordulója pályázat. Milyennek képzelem el a jövő iskoláját? Fogalmazás készítette Jaksa Bernadett, 4. osztályos tanuló. A legutóbbi szófésorákon nagyon sokat gyakoroltuk az új tanulókat, mert azt mondta Gabi néni, hogy iskolánk 110 éves évfordulójának készülünk. Elgondolkodtam azon, milyen is lehetett a suli 110 évvel ezelőtt. Milyenek lehettek az osztálytermek? A gyerekeknek voltak-e könyveik, füzeteik? Használtak-e digitális táblát? Dolgoztak-e laptopban? Ők is tornacsarnokban tornázhattak? Közben azon kaptam magam, hogy nem is a múltra, hanem a jelenre gondolok. De milyen lehet majd a jövő? Vajon milyen lesz 110 év múlva a suli? Talán már nem is kell gyalogolni az iskoláig, csak ráállnak a mozgójárdára, és ezt el is visszabejáratik. Lehet, hogy a tanároknak már nem kell táblafirc, mert amit mondanak, meg is jelenik a táblán. A gyerekeknek biztosan nem lesz könnyük és fizetők, hanem gondolatátfűvő készülékkel tanulnak. Lépcsőzni sem kell majd nekik, mert mozgó lépcső viszi fel majd őket az emeletre. Minden gyereknek lesz egy robotja, ami kiszolgálja őket. De jó lenne, ha most is lenne
menjen. Persze azért tanulni akkor is kellene, mert különben visszafejlődne az agyuk. És ha a tornacsarnokban is csak robotok szaladgálnának, mi lenne benne az élvezet? De ha minden ilyen gépies lenne, akkor lehet, hogy nem is kellene iskolaépület. Otthon csak megnyomnánk egy gombot, és már mindent tudnánk. De akkor hol lenne a sok játék? A barátok, a vigyám percek és a tanítónéni. Rájöttem, hogy az iskola úgy jó, ahogy van, és így szeretjük legalább még 110 évig. Köszönöm szépen! A fogalmazások olvasható teljes terjedelmét alapítottak. Több gyermek rajzot készített az ünnepre, ezek a szép munkák láthatók az aula falain. Amellett, hogy mindenki csodásan kapcsolódik az iskolához, tükrözi készítőjük érzéseit. Az ünnepi hangulatunkat fokozzák most a következőben felcsendülő dallamok. Fogadják szeretettel az előiskolások műsorát. Thank you.
Kek, aki Demnitz Medecsóját játsza, őt követi Kofi és Barbara, akik Linka Áriáját adja elő, őket pedig Bíró Luca fogja követni, aki Zongorán Soma kisdarabját játsza.
megérték, hogy többi erőt. Ez pedig egy nekik következik, végig 6 részre. Az abban a menőadat Lázár utca, Róbik híve és Katona Fenni.
A mai ünnepi alkalommal mutatkozik be másodszor a Dobi-Dobi ütőegyüttes. Műsorunkban három számot hallhatnak. Elsőként a dob beütését hallhatják, amelyben nagyon pontosan egyformán kell játszani. Utána megmutatjuk, hogy a konyhában is otthon vagyunk, és mint a főzésnél, a különböző alapanyagokból lesz egy finom étel, mint a különböző ritmusokból áll össze a zeneszám. Harmadikként bemutatjuk, hogyan szurkolnánk a foci meccsen a döblőközi csapat győzelmét. Műsorunkat fogadják szeretettel. Thank you.
szeretetek, a gyereket, és kívánom, hogy a 120. is itt találkozunk.